85 pluszos player, hát mi más? Thiago Silva, talán elhasználhatjuk. És egy viszonylag tökéletes labdát ad a Baptiste, kérem. Középre tesszük, Fletcher! Faszondja sarokkal! Ugye ezek eladható csomagok. Kaptuk egy Deheját, nagyon jó van egy kapusunk is, ez nem kell. Srácok! A Mohamed kolléga a csapatban ráesett a választásom. 89-es, gyors, jó mozog. Szevasztok srácok, Peklak 7. epizód. Pörgetjük neki mind az állat, igazából láttátok az utolsó részt, meg itt a Daninál ugye megcsinálta az előző részek tartalmából. Volt egy Mohamed Salah lappal lettünk gazdagabbak, ugyanis a vegyél bárkit, bár tudom van külön vegyél goldot is, de a Salahot tartottam a legjobbnak jelenleg. Úgyhogy coin is maradt, lecseréltük végre a szárgyereket is, úgyhogy innen megyünk tovább. Nézzük a következő pörgetést, és hogy hogyan tovább. Let's go! Na nézzük a következőt! És mód, chat! Módos kerék. Ilyen nem is volt még talán. Megnéztem a lehetőségeket, ugye mivel VL Qualizni nem tudunk, mert nincs meg a pont. Ezért kettő darab lehetőségünk van jelenleg. A Player Object, ami jelenleg egy arzenálos ST95 Pepe, valami német LB, és ennyi. Illetve ugye a draft. A draft az úgy néz ki, srácok, hogy nem az egészet tolnánk le, hanem mindig, amikor kipörgetjük a draftnak a lehetőségét, akkor gyakorlatilag játszunk egy meccset. Ha az az egy mérkőzés az ugyanúgy win és sikeres, akkor értelemszerűen megint ott van a bónuszkerék, és ha legközelebb kipörgetjük esetleg a draftot, akkor pedig folytatjuk azt a draftot, amit elkezdtünk most. És akkor gyakorlatilag mindig visszatérünk majd a draftos srácokhoz, hogyha ugye kipörgetjük a témát. Úgyhogy ez a kettő lehetőség van, megmondom őszintén, a Pepének jobban örülnék, hogyha esetleg kipörgetjük a player objectet, akkor a Pepét fogom megcsinálni, és azt valószínűleg megcsinálom most az egészet. Tehát, hogy azt hiszem az 8 meccs, ezt nyilván videóban ti nagyon kevés részt fogtok ebből látni, meg nagyon speedbe, csak a gólokat, stb. Nem hosszú nyersanyag lesz majd, de ti nagyon ömlesztve fogjátok kapni. És a lényeg az, hogy akkor a Pepét kivehetjük majd, mert ugye kipörgettük a player objectet. Pörgessük, és akkor meglátjuk, hogy melyiket dobja a rendszer. Nem lesz Pepénk, srácok, ez egy draft. Úgyhogy akkor a mai nap draftozni fogunk, legalábbis az első meccset fixem. Na, oba. Na jó. Hát igazából nyilván én megpróbálom a lehető legeslegerősebb gárdát összerakni, mert itt ugye nyilván az a lényeg, hogy minél több meccset nyerjünk a kerekek miatt. Úgyhogy 4-2-3-1, ez tűnik a legegyszerűbbnek, és már is kapunk egy garincsát, akit ki is durrantunk azonnal, mert miért ne. Csatárpozíció. Hát eléggé gyász. Itt nem mondjak. Hát bazd meg, legyen a Depay. Cam pozícióba kapunk egy Smith Rowe volt, ez 5-5-4-5, nem baj, ez jó lesz ez a csávó elsőnek. Hát akkor a prem vonal lesz majd itt mégiscsak az erős. A mondjuk a Mostovoy az mondjuk pont, hogy a Depaynak kedvez. Mennyire meglátjuk, hogy melyik vonal lesz erős. Jó, 96 Eden Hazard gyerekek, na ez a kártya, faszikáim. 5-5-5-4-jel, na ezt kivesszük. Akkor nem a Premier League fog dominálni, úgy nézzük. Philipp Lahm nagyon jó. Left CDM pozíció. Fú, az a Tchouameni ide nagyon bika. Ezt valahogy ki kéne húzni. Nem tudom, tudnánk-e linkelni majd ezt a francia vonalat itt valahogy. Nuno Mendes, egyelőre tudjuk. Ide kéne egy Kimpembe vagy valami francia csávó. Marquinhos, mondjuk az se annyira rossz. Kapuban egy Donnarumma. Appa. Center backünk nem lesz más, mint egy Varane. Az mondjuk nagyon jó. A jobb backünk pedig egyelőre a Cedric. Oké, okay, nem olyan rossz a gárda, kéne egy ikon. Cam. Nagyon fontos lenne. És igazából ennyi. Tehát ha ide kapunk egy ikon camot, vagy egy CF Benzemát, tocot, akkor fullos az egész keret, a Marquinhos-t kivéve, és elégedett is lennék. Max a Cedric helyett egy jobb RB, de az már igazából nem olyan nagyon fontos. Kapunk egy ilyen Sakrét, ez nekem őszintén nem kell. Viszelem ezt a Sterling, ez a bal lába Sterling, ez nekem kelleni fog majd. Super subnak. Kapunk egy Cristiano Ronaldo-t, illetve kapunk egy Cancelo tot. Én kiszedem a Cancelo tocot és berakom a Cedric helyet. Nekem bőven megéri. Egy camot, kérlek, egy camot adjál nekem. Vinicius Souza, semmit nem érek el vele. Köszönöm. Francia camot, egy Benzema. Team of the Season Lionel Messi, jól van.
Igazából bármi jó oda, tesó, max ingame cserélek, bármi jó oda, egy spanyol ligás camot adjál nekem, könyörögve kérlek. Carlos Soler, hát chat, ha nincs más, akkor a Carlos Soler lesz a megmentőnk, és megyünk egy ilyet. És akkor egyetlen hetesünk van a Soler helyett, meg első perces Messi cserét fogunk majd csinálni. Jelenleg nem látom azt, hogy hogy lehetne ez máshogy. Akár még egy ikon CB-vel még talán tudunk operálni, de amúgy az sem annyira fontos. A csapat alapvetően megvan, és jó ez így. Ez a Meslier lesz a kapusunk. És akkor van itt Messink, van itt Sterlingünk, még egy CDM-ünk is van, hogyha esetleg nagyon-nagyon szorulna a hurok. 99-es chemistry és 90-es rating alapvetően ezt tudtuk intézni. Egy nagyon-nagyon erős Eden Hazard cammal, aki majd kimegy oda a left camba. Bár így is ki tud menni, mert ugyanúgy maradunk. A Mostovoy lesz a középső camom, és akkor majd a Carlos Soler helyett az elején behozzuk szépen Lionel Messi kollégát. A Depay pedig marad csatárba, a védelem amúgy egész jó, right back, left back egész jó, ha Varán még mindig bika, akkor nem lesz baj. Alapvetően egész jó kis keretet sikerült összedraftolni. Nézzük akkor az első meccset, ezt akkor meglátjuk. Egész jó kis Premier League-es. A gárda gyűlt itt össze. Hát, kicsi Lionel Messi érkezik ide, és igazából minden marad úgy, ahogy van. Jó. Erős a támadó. Erős csapat amúgy. Jó csapat ez. Lehet ezzel bármit még csinálni, basszus, tényleg. A Tchouaméni, Tots és a Lám is amúgy egészen bika. Védelem is amúgy tök jó, szerintem hatoson megoldja izé. A Toti Cancelo bőven meg kéne, hogy oldja. Na jó, let's go, nézzük. Na nézzük, a Messinek kéne beadnia. És a Tchouaménynek kéne fejelnie. Egyet, és ott is az első gól. Bizony, hát a forgatókönyvet lezongoráztuk, és megtörtént, aminek meg kell történnie. 1-0. Nagyszerű. És ott is van a Rage Quit, az első meccs. Pipa! Jöhet az a bizonyos. No! Let's go! €125,000 csomag a győzelemért. Let's fucking go! Na nézzük akkor. 125k-s csomag. Let's go! Ugye egyet nyitunk. Azt mondta nekünk a kerék. Nézzük. Kis walkout. Spanyol Rodri. Rodri. Hát figyelj. Nem örülök annyira. Lehetett volna jobb is. Mögötte egy Matip Martinez, Kovacic, Mount, André, Chiesa, Parti. Hát ez nem az volt. Csak ez nem az volt sajnos. A peklákból inkább most csak a pek volt. A lak az nem annyira jött be. Gyorsan kidobálok mindenkit a marketre. És akkor mehet a következő meccs. Na jó, srácok, nézzük akkor a következőt, mai másodikat, az utolsót nyilván. 1-2, avagy 3. Ebből lehet bőven még egy draft, ugyanis megint a hármasat pörgettük. Na nézzük! Megint egyértelműen draft, nem is kérdés. Hát srácok, akkor folytatjuk! Folytatjuk amúgy akkor a draftozós témát. Eddig még egyszer se jött hármas, most meg egymás után kétszer, ráadásul mindegyik draftos. Okay. Csak előtte megnézzük, mert megint valamit csináltunk. Hopp, van egy gold player spec, abban ugye egyetlen rare van, a többi non-rare. Hát, nem tudom, talán el tudunk adni valakit, ha úgy van. Illetve van nekünk egy az utolsó stadion development genyónk. Gyönyörű, szép. Megérte. Maximálisan megérte. 21.000 coinunk van közben már, ugye mennek el az előző játékosok, akiket kinyitogattunk. Na nézzük ezt a Gold Players Packet. Hát valószínűleg semmi, talán valamit duplikét, amit el tudunk adni, hát pont a rare lap, ez a Trehó, plusz 600 coin. Akkor srácok, draft mérkőzés, második kör. No let's go, nem figyeltem annyira a keretét, nem tudom, hogy milyen csapata van a fiúnak. Ugye megcsekkoljuk, csak a Solert azt rögtön az elején a Messire kicseréljük, ahogy illik. És nézzük meg, hogy milyen gárdája van. Leva, Glacel, Coman, Gendüzi, gondolom ezek tocok, csak ugye az bagos, Kimik, Zané, Delany, Saliba, Dizázi, Klaus és Butyez. Annyira nem extra, még hogyha a specialök is, annyira nem olyan durva azért.
főleg, hogy ez a leva, meg a zanése annyira, nem annyira meta játékosok, úgyhogy ez bőven megvan a szansz ezt a meccset megnyerni. Na nézzük. Messi. Még egy Messi. Memphis. Takarodj a pályáról. Tchouaméni. Ja, Lewandowski jön hátra, és szereli a Messit. Jó van akkor. Jó játék amúgy. Nyilvánvaló. Amúgy nyilvánvaló, hogy ilyen történik. Miből indul a szitu? Lewandowski szereli Lionel Messit. GG. 1-0 oda. Memphis. Let's go. Szépen tartotta magát. Jó. Mostovoj, a balos! De miért nem a balossal lövöd? Miért nem a balossal lövöd? Miért ilyen szar az a game, geci? Miért nem a balossal lövi el amúgy? Ami az erősebbik lába, és ballábas szögben álltam amúgy, bazd meg. Elövi azzal a lábával, bazd meg, ami a gyengébbik, és az kellemetlenebbül a jobb lába. Tehát az egy ballábas szög, bal alá kellett a puffantani. Na. Garincsa megérkezik akkor a bal oldalra. És mehet a Messi? Nem mehet a Messi, mert a Delaney ott van. Óriási labdát kap! Lionel! Nem védünk olyat! 75-ös kapus geci leszopatja 20 milliós Lionel Messit geci zicserben. Nyilvánvaló amúgy. Nyilvánvaló. Messi, 2-1. Hát most már ideje volt amúgy. Van még egy cserénk. Föltesszük a Messi csatárba. Garincsát behozzuk Camnak. És a Raheem Sterling lesz a jobb oldali támadónk. Les. Nem volt les, pedig elbaszta. Mit kapott a gyerek, te jó Isten. Ezeket amúgy tökön egy visszazoomolni, vagy visszapörgetni, csak nézzétek vissza, geci, hogy ott állok a Lewandowski előtt a passz folyosóba, és akkor így átmegy a játékosan a labda. Mint hogyha nem létezne a karakter, és így nem vonza be a labdát, nem is értem, hogy ez mi. Ez nagyon sokszor előfordul. Hulladék. Jó, és végül is a meccsnek. 3-2, nem figyeltem az időt, nem láttam, hogy Mizu. A Mezler védett egy nagyon nagyot, de óriási fasz játékhiba miatt került megint oda. Nagyon-nagyon rossz meccs volt. Elképesztően rossz meccs volt. Hulladék meccs volt amúgy, sajnos. Pedig azt hittem, hogy jó lesz, mert amúgy nem volt ügyetlen a srác, de végig nyomkodta az Y-t, és úgy átfolyt minden, ahogy az nagykönyvben meg van írva. Ez mondjuk, hogy a faszomban nem volt les? Hát, ja, valóban nem volt les. Na jó, srácok, meg vagyunk. 31.000 coin a markunkban. Oké, és nézzük akkor, hogy Mizu. Na, bónuszkerék, srácok, akkor a megnyert mérkőzésért ismét. Tovább megy megint. Ágin az 50 ezres csomag. Múltkor is volt már egy ilyen. Hát, nem is tudom, jobb, mint hogyha... Hát, nem tudom. Jobb lett volna, hogyha 45 ezresen áll meg, ami dupla. Fasz tudja. Mindegy 50 ezres csomag akkor, srácok, a győzelemért. Nyilván ilyen nagyon nagy csomagokat nem fogunk tudni nyitni majd az új FIFA-nak az elején, mert nem lesznek. Ott azért a 7500-as csomagnak tudjuk variálni, hogy hány darabot nyissunk belőle. Itt most ennél a játék végén azért vannak szépen promók. Na nézzük. Hulladék ez is sajnos. Talán egy Ibra. Az Ibra, Tadic. Nagyon-nagyon gyenge felhozatal, sajnos nagyon-nagyon gyenge felhozatal. De legalább van coin, megint. Talán egy ilyen 40 ezerig, az hát addig nem. De 35 ezerig föl tud ez majd hozni, 36-ig. Majd, vagy van itt még? Hát, ja, ennyi. Nos, srácok, köszi mindenkinek a figyelmet. Ez lett volna a Peklátok a 7. epizódja. Ha tetszett, nem egy lájkot mindenféleképpen, leírásban nagyon sok hasznos információ. És találkozom majd egy következő videóval, Peklákkal, bármivel. Szevasztok!